úgy gondolom, hogy a 2017-es Dental World esztétikai kongresszus mindenkinek tartogat majd valami igazi csemmegét. Én javaslom és támogatom, hogy jöjjenek, és örüljenek együtt velünk ezen a három napon. Nagy örömmel nézek a 2017-es Dental World esztétikai kongresszus elé, hiszen ebben az évben is rendkívül érdekes előadókat sikerült meginvitálni. Érdekesek lesznek a témák is. Lesz például egy direkt és indirekt restauráció párharc. Több előadót kértünk meg, hogy állítsa szembe ezeknek a használatát, mikor, melyiket. Talán egy picit nagyobb szerepet kapnak most a direkt restaurációk, hiszen azért a direkt restauráció minden fogászatnak az anyagi motorja, még akkor is, hogyha oly megszokott. Több előadónk fog beszélni ezekről a témákról, például Angelo Sognali Olaszországból, aki egy hihetetlen perfekcionista, vagy Stefan Copagna, aki egy feltörekvő új csillag, úgymond a fogászati előadók terén. Természetesen nem hagyhatjuk ki ebben az évben sem a teljes szájrendbetételt, hiszen minden fogászati ellátás csúcsa az, amikor funkcionálisan és esztétikailag is nehéz, rossz harapások esetén is sikerül úgy megoldani a feladatunkat, hogy azok a restaurációk, amik elkészülnek, évtizedeken keresztül szolgálják pácienseink egészségét. Az előadók között számos külföldi előadó található, és lesznek magyarok is, hiszen azt kell lássam, hogy a magyar előadók abszolút beleértek a nemzetközi előadói élmezőnybe. Beszélhetek itt Csillag Máriáról, a Smileys-tal, vagy Kovács Tamásról, aki ugye a teljes szájrendbetételről fog beszélni, hogy Forster András vagy Frater Márk nevét már ne is említsem. De természetesen a magyar kollégák mellett más külföldiek, több külföldi előadó is megjelenik majd a programon. Nagyon érdekes egyéb előadások is várhatók, például színelméletről, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a fogszínek kiválasztása, ezeknek a mélyebb megértése az egy napi probléma minden fogorvos számára. Úgy gondolom, hogy a 2017-es Dental World esztétikai kongresszus mindenkinek tartogat majd valami igazi csemmegét. Én javaslom és támogatom, hogy jöjjenek, és örüljenek együtt velünk ezen a három napon.